kiegészítésük bárkép részéről. Hogyan teljesítettek az év első felében a pécsi önkormányzati cégek? Ez szerepelt a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság közös ülésén a képviselők előtt. A társaságok elkészítették beszámolóikat. Ez alapján jó eredményről lehet beszélni, mondja a Gazdasági Bizottság elnöke. A bizottság a cégvezetői fizetésekről is döntött. A cégek teljesítik a terveket, a költségvetés pedig teljesül, mert az önkormányzati költségvetés. Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a cégeknek, a vezetőinek a bérét nem emeltük, sőt bizonyos esetekben volt, hogy csökkent is, ezért most megpróbáljuk ezt valamelyest korrigálni. 16%-os béremelést adunk minden önkormányzati cégnek a vezetőjének. Azért elmondanám, hogy ez a 16%-os béremelés, ennek örülünk, hogy meg tudjuk adni, viszont ez azért önmagában nem kompenzálja az inflációs helyzet okozta reálbér csökkenést, viszont ezzel próbáljuk meg megköszönni az eddigi munkájukat. A Tükebusznál tavasszal, nyár elején éppen az alacsony bérek miatt hirdettek sztrájkot a buszvezetők. Így adódik a kérdés, hogy a dolgozók mikor részesülhetnek emelésben. Figyelünk erre, a Tükebusznál ugye volt nemrégiben egy megállapodás a béremelésről, ami gyakorlatilag egy sikeres megállapodásnak mondható. Minden cégnél egyébként ez a helyzet fennáll, bizony cégek a szakszervezet jobban fellép, más cégeknél kevésbé tud fellépni a szakszervezet, és lehet, hogy kevésbé látványos, de ettől függetlenül azoknál a cégeknél is foglalkozunk ezzel a témával, amelyek nem annyira látványosak, hiszen azért a Tükebusz esetében a buszsofőrök helyzete kifejezetten előtérben van. Több pénz kell a fontos feladatokat ellátó önkormányzati cégeknek. Ezt már többször elmondták a polgári oldalról, mondja a pénzügyi bizottság vezetője. Ezt lehet kiolvasni a tömegközlekedési és a városüzemeltetési cég beszámolójából is. Ez a kettő, ahol azért recseg ropog a helyzet, tehát pontosan a Tükebusz és a Biokom az, ahol látjuk ezt az alulfinanszírozást, látjuk azt, hogy milyen napi nehézségekkel küzdenek a sofőrelvándorlás, hogy a szemétszállítás körül is ugye alakult ki egy sztrájk helyzet nem olyan régen. Tehát ezek nagyon fontos pillérei az önkormányzat, illetve a város működésének. Hogyha ezek a cégek nem működnek jól, akkor az tünetként meg fog jelenni a minden pécsi számára. Látják azt, hogy nem járnak a buszok koszosak, hogy egyébként a közterületek állapota az elhanyagoltabbá válik. Ezen változtatni kell az új ciklusban, és erre vannak is javaslataik, mondja Csizmadia Péter. Eddig sokszor a kormányzatra mutogattak balról, hogy nem támogatja Pécset. Ez az oka a gondoknak, de ez nem így van. A magyar állam és a kormány az minden esetben ott állt az önkormányzatok mögött, tehát kieső iparűzési adó bevételeket pótolta, a Covid miatti sok száz millió forintos többletköltséget lefinanszírozta, és az önkormányzat feladatait is olyan mértékben tudta támogatni, folyamatosan növekvő mértékben, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy most 2024-ben az 5 évvel ezelőttihez képest közel a dupláját finanszírozza az állam, tehát egy ilyen 10 milliárd körüli összeghez, most egy 20 milliárd körüli összeg az, amit az állam évről évre az önkormányzat rendelkezésre biztosít, hogy például az óvodai, bölcsődei ellátást, a tömegközlekedést, vagy akár a szociális ágazatot működtetni tudja. Októbertől szemléletet kell váltani az új képviselőtestületben, mondja Csizmadia Péter. Egy Pécs van, ezt kell az együttműködés alapjává tenni, amiért minden képviselőnek, cégvezetőnek, munkatársnak dolgoznia kell az önkormányzaton, mert csak így érhetnek el sikereket, a politikus szerint.